Sziasztok, srácok! Megjöttünk egy újabb heti vloggal, mi újság a világban, hogy van mindenki. Hát úgy gondoltam, hogy mai heti vlogban valami érdekességet fogunk kipróbálni, amit eddig nem csináltam, mert kevés az időm, mint mindig. És úgy voltam bele, hogy egy pára már kérdeztétek, hogy hogy készülnek a heti videók, úgyhogy a YouTube-unkra, úgyhogy megmutatom az egyiket, hogy hogy szoktam csinálni. Nagyjából, szóval egy semmiféle tutorial jellegre nem kell gondolni, gyerekek. És nem is biztos, hogy jól csinálom azt, amit csinálok, de én így csinálom, és nekem eddig bejött. Úgyhogy meg fogom mutatni, hogy hogy készülnek a heti videók. Elsődleg is mindig úgy szokom kezdeni, hogy kényelmesen elhelyezkedek a gép elé, bekapcsolok mindent is, csinálom majd egy kávét. Ez rengetetlen minden videózás a gyerekek, mert a roppantú fáradt vagyok reggelenként, meg délelőttönként, meg délutánonként is, amikor videózok. És nem tudom, olyan, amikor itt ülök a gép elé, valahogy ez beleívódott a szervezetbe, mindig kávézok. Gyenge kávét próbálom majd csinálni, hogy ne legyen túl sok koffein, de általában azért kávéfüggő vagyok. Mondanám, hogy elég erőre szoktunk dolgozni a videókkal, de sajnos az nem igaz, legalábbis a részemről. Ugye ezt egy kicsit jobban előre szokott dolgozni, legalábbis próbálkozunk mindketten. De én általában vagy aznap veszem fel az aznapi részt, ami kijön YouTube-on, vagy úgy szoktam, hogy előtte egy nappal, maximum két nappal előtte. Mert egyszerűen nincs rá úgy időm, érkezésem, és ha lenne is rá időm, akkor inkább pihenek, vagy valami más csinálok, úgyhogy mindig igazából technikailag aznap, vagy előtte való nap szoktam felvenni a videót, megszerkeszteni, és onnantól kezdve jön ki. Én mostanában nagyon ráálltam az Oxygen Not Included-re, akkor elkezdtem egy kis tutoriál sorozatot, az nagyon bejött, egyelőre azt nagyon élvezem. Én is, meg a visszajelzés is nagyon jó, nagyon pozitív rá. Meg van egy Oxygen Not Included végijátszásom, amit még szoktam felvenni általában, hogyha nincs erre megcsinálni a tutoriált, mert a tutoriál az általában úgy van, hogy felveszek egy ilyen 2-3-4, maximum 4 órás anyagot, és azt levágom egy ilyen 10-15 perces videóra, ami elég hosszú idő és sokáig tart. Amikor a végigjátszást csinálom Oxygen Not Included-ben, a sokkal egyszerűbb, mert itt technikailag igazából fél óra, maximum 40 perc felvevési időből csinálok egy fél órás videót, ami sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb. Ugye ez nem tutoriál, ez nem annyira népszerű, mint a tutoriál, de én nagyon szeretem, mert hallgatok benne is. Szellemileg jól esik, hogy csinálom. Amikor elkezdtük, akkor ugye nem volt rajta, egy-két-három, maximum ilyen 10-10 pár view volt rajta. Nem nagyon érte meg azt csinálni a view miatt, de nekem nagyon megérte csinálni, mert nagyon szerettem és nagyon szeretem. És most is azért folytatom azt, mert egyszerűen nagyon szeretem. Úgyhogy most egy olyan részt fogunk felvenni. Általában úgy szoktuk csinálni a felvevést, hogy van a laptopunk, azon veszük fel. Egy NDI nevű program segítségével szoktam a számítógépre átrakni a laptopra az anyagot, természetesen felvenni. Nem pedig egy capture card-dal, csak olcsóbb megoldás, és igazából megvan a neten keresztül, hál' Istennek. Minőséggel szerintem egy kicsit rosszabb, mint a capture card, de nem annyira, hogy feltűnő legyen, így is tudok 60 fps-ben felvenni Oxygen Not Included-et, úgyhogy az teljesen jó. Úgyhogy általában ugye, meg ilyenkor mindig azzal kezdem, hogy beállítom a laptopot, mert ugye streamelünk is mellette, és a stream beállítások mások, mint a felvevési beállítások, ergo, és ugyanez visszafele. És mivel mind a ketten veszünk föl, így a külön hangerősítőnk az úgy van, hogy két mikrofon van benne, és az egyik mikrofont ilyenkor leszoktuk némítani, a másikat meg fölvenni, és ha elfelejtjük ezt megcsinálni, mielőtt felveszünk, beleszaladtunk már párszor ebben a problémába, akkor a másik mikrofonból veszük föl magunkat, olyan, mintha WC-ből beszélnénk, akkor újra fel kell venni az egész anyagot, úgyhogy itt mindig rá szoktam szállni egy jó 5-10 percet, hogy végignézek, hogy minden rendben van, biztos beállítottam el mindent, ahogy kell, és utána jön a felvevés része, de még ilyenkor is nagyon sok mindent rá szoktam prontani. Elbasítszik a Roli, elég sok mindent ilyenkor, úgyhogy elég sűrűn előfordul, hogy újra kell vennem az anyagot, tehát tudjátok, hogy van ez, sajnos ez ilyen, lehetne ez jobb is, hogyha jobban odafigyelnék rá. Úgyhogy nézzük is be, lőjük be a laptopot, aztán nézzük körbe mindent. Elsőben úgy szoktam, hogy minden üzenetküldő programot kikapcsolok, mert nagyon sokszor előfordul, hogy felvevés közben, ugye én háttér hangként bejött a Discord vagy a Facebook hang, hogy a legidegesítő dolog, azt még kivágni, vagy pont akkor olyan be, amikor olyat mondtam, amit nem lehetett kivágni, és mondom, ezt nem áll, úgyhogy azt mindig átnézem. Mindig belőlük az NDI-t. Az NDI-t úgy szoktuk csinálni, hogy streameléshez mindig 30 FPS-t használunk, amikor felveszek valamilyen anyagot, akkor általában Oxygen Not Included-nél, mert azt bírja a gépem 60 FPS-be, ott 60 FPS-be szoktam használni, úgyhogy mindig oda kell arra figyelnem, hogy visszaállítsa a programot, hogy ne az legyen, hogy 60 FPS-be veszek fel, és 30 FPS-be küldöm át az anyagot, mert az nagyon nem jó, akkor mondjuk FPS-be kell megcsinálni a videót is, úgyhogy erre mindig oda szoktam figyelni elsősorban.
utána jövünk be az OBS-be. Az OBS képes külön hangsávokban felvenni, de mivel streamnél csak egyetlen egy hangsávot tudunk átküldeni, így a streamhez mindent egy hangsávba kell rakni, amikor felveszek, akkor meg minden szérkezhetni külön hangsávokra, szóval ez is egy ilyen külön kis dolog, amire oda kell figyelni, hogy biztos, hogy működjön. Meg általában úgy szoktam felvenni az Oxygen Not Included-et, hogy nem használok hozzá a kamerát, mert ugye a stream overlay-t, azt ki kell kapcsolni az OBS-ben, mert különben ugye az Oxygen Not Included-hez YouTube videóhoz szerintem nincs szükség a kamerára, az egy amúgy is olyan játék, amiben nagyon sok minden történik a kezelőfelületen, és nem akarok semmilyen kis képet kivenni belőle, meg amúgy is ott van a rengeteg olyan videó, amiből látjátok, hogy nézett ki, úgyhogy ahhoz szerintem teljesen felesleges, de szerintem ez egyetért mindenki, aki szokta nézni a videókat. Utána be kell állítanom, hogy külön hangsába jöjjön mindegyik anyag, ez már ilyen előkészületben megvan. A beállításoknál pedig be kell állítanom, hogy 60 fps-be vegyek fel, meg oda vegyek fel, ahova én szeretnék, mert általában úgy szoktuk, hogy a laptopra vesszük fel, utána átrakom arra a kártyára, ami most benne van a fényképezőgépben, és azzal hozom át az egészet a számítógépre. Ezt meg is megnézzük a videónál, hogy már 30 fps-ben csináljuk általában a streameinket, most átállítom 60-ra, és ezt mindig eszembe kell jutatni, hogy visszaállítsam, mert egyszer-kétszer előfordult már. Nincs olyan probléma, mert ezt a gép is simán bírja 60 fps-t is, meg a laptop is bírja a 60 fps streamet, csak az én gépemnél néhány játéknál van olyan, ami nem bírja a 60 fps-t, úgyhogy ezt járjuk vissza, hogy folyamatosan legyen, szóval folyamatosan egyfajta fps-ben tudjunk streamelni, meg valamiért többen tudnak minket nézni úgy, hogyha csak 30 fps-ben nyomjuk, mert nem lehet lejjebb állítani a quality-t a nézett streameknél Twitch-en, amíg nem vagyunk partnerek, úgyhogy ez ilyen, hogy itt van a kis emlékeztető, hogy állítsam mindig vissza alá ezt. Köszi! Ugye ezt be van állítva, beállítottuk az fps-be, meg van minden, úgyhogy lassan el is kezdhetjük. Én akkor mindig összeszerem elsőnek a gondolataimat. Oxygen Not Included-nél azért jó, mert azt tényleg fel tudom venni ilyen 2-3 óra alatt, azon nincsen semmi problémám. És az benne a jó, hogy ott, amikor a végigjátszást veszem fel, akkor nem kell túl sokat gondolkoznom előtte. Amikor nem a végigjátszást veszem fel, akkor sokkal többet kell gondolkoznom előtte, mert végig kell gondolom, hogy mit akarok benne csinálni, hogy szeretném felvenni az anyagot, milyen beállításokat szeretném felvenni. Így csak beállítom az alapbeállításokat, hogy 60 fps-ben legyen fölvéve minden, betöltöm a kis világomat, aztán éppen csinálom, amit szeretnék, szóval ilyen. Vannak terveim, de általában csak úgy Covid a flow-t, szóval megyek úgy, hogy jó legyen. Most szerintem azt fogjuk felvenni, hogy ez lesz a tegnapi rész Oxygen Not Included-re, hogy most azt fogom felvenni, ahogy megcsinálok valami, a víz tankokat megcsinálom szerintem. Né? Szuper lesz, és igazából annyi szoktam még csinálni, amikor elkezdem, hogy biztosan jó tudjak beszélni, de legyen az, hogy előtti kamerónik egy elvem, vagy nem mondok ki szavakat, vagy nem artikulálok jól, na ez most jól sikerült, nem végkel tetvő, nára ugyatok. Mindig szoktam egy ilyen kis a videó elején egy kis hang bevezetést csinálni, hogy jó legyen nekem. Van ilyen kis súgó puskám az egész előtt. Ezt szoktam általában, de már megtanultam, szóval a stream elején, meg a felvételek elején mindig ezt szoktam elmondani magamba. Úgyhogy ja, de most már nincsen rá szükségem. Itt van az ilyen, ha kellene, de egyelőre nincsen rá szükségem. Meg én megnézem, hogy jól van beállítva a hang is, hogy nem megy át a pirosba, mert akkor elég ilyen lecsegős lesz, amikor nagyon hangosan beszélek, és azt nem szeretnénk. És ahogy mi? Hátjuk, hoppá. Done. Szuper. Ilyenkor mehetünk is a felvétel gombra, és sárga bögre, görbe bögre. Egyszer egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Ezért a pocakon pöckölt, pici pocakos pocok, pocakon pöckölte, a pocak pöckölő, pici pocakos pockot. Pocak, paci! Azért nézek a mikrofonba ilyenkor, mert ugye kamera nincs, úgyhogy ha mikrofonba nézek, akkor biztos, hogy oda beszélek, és rendesen felveszi a hangomat. Úgyhogy megyük is fel a részt, gyerekek. Szevasztok gamerek! Rolly vagyok a kemény, és üdvözlök mindenkit egy újabb Oxygen Not Included részben. Na, de szerintem ennyi időm is volt mára.
Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, amit láttatok, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Roli voltam a kemény. Ne felejtsétek el, hetente 5-ször szoktunk live-olni Twitch-en, szombatonként 1 órától főző show, a 7-4 napján pedig délutánonként játszani szoktunk. Ebből legalább egyszer oxigénot inkluderezek. A beosztásunkat megtaláljátok a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitchünkön. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket. Sziasztok! Én is általában így szoktam felvenni a kis részemet. Innentől kezdve az fog következni, hogy átmásolom az anyagot a laptopról a számítógépre, és elindítom a programot. Csak egy screenshotot, mindig meg kell hiteles screenshotot csinálni, minél hamarabb annál jobb. Úgyhogy, hello, ez itt jó fog kinézni. Valami olyasmiről, amivel abban a részben dolgoztam. Most ez lesz az. A kolgázzal foglalkoztunk el nagyon sokat. A baktérium talanítónk. Fertőtlenítünk, az lesz a címe, a fertőtlenítünk, úgyhogy a többi az jó is lesz, úgyhogy és volt, elmentjük, köszönöm, és ki is lépünk, kezdve erre nem lesz szükség, aztán amit a gépen lesz az anyag, már vissza is jó. Szóval át is másoltam a gépen mindent, amit kellett egyelőre. Most azt csináltam, hogy ugye felveszem azt, hogy a gépen is csinálom, csak meg tudom mutatni egy-két dolgot benne. Ez abszolút nem a legjobb megoldása neki, és ez az a megoldása, amit én hoztam össze, én találtam ki. De remélem egy kicsi segítség ennekre lehet, hogy esetleg tanultok belőle valamit, ne talán, de azt nem nagyon hinném, mert azért annyira nem megyünk bele. Szóval átmásoltam az anyagot már a gépre, igazából két giga az egész, nem túl nagy, megyünk is be a Premiere Pro-ba. Megnyitjuk ugye Premiere Pro-val, meg Photoshop-val szoktunk dolgozni, megvettük mindenki programot esztivel még annak idején, és fizetjük utána a havi díjat, jeeeej! Ahogy nép, megnézem, hogy hanyadik része jön, úristen, már 62. rész, ez jó sok. Mani 62, szóval általában úgy tudtam csinálni, hogy két külön helyen tartó dolgokat, ugye a fenti monitoron van a kép, meg a kontrollok, meg mindenféle ilyesmi, a lent, meg a lenti monitoron, meg a sávok, általában csak behúzzuk. Ugye 60 FPS-be vettem fel az egészet, úgyhogy nagyon gyors és egyszerű dolgom lesz vele. Megvárom, amíg betölt a csík, a felső hangsávra nincs szükség, mert az csak a laptopnak a hangsáv, igazából ezt nem is használtuk. Azt kitöröljük gyorsan, utána az alsó hangsáv, mindig megnagyobbítom egy kicsit, hogy jobban lássam, hogy hol vannak a spike-ok benne. Megnézem, hogy mi volt a igazából a gyakorlás. Levétel gombra és sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre. Ez jó visszahallgatni. Egyszer egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Ezért a pocakon pöckölt. Na, ráírésünk a végéhez, ahol vágják. Szevasztok, gémelek! Roli vagyok, a kemény is. Oké, és akkor elhozzuk. Kivágom belőle azt a részt, ami kell. Igyekszek minél több gyors mindegyűt használni, hogy gyorsítjam a dolgomat, de nem ismerek olyan sokat. Egy kis... Szevasztok, gémelek! Roli vagyok, a kemény is. Legjobb, utána, ezt tudom, hogy ezt az anyagot nem fogom megvágni, semmi rossz nem történt benne, nem jött fel semmi notification közben, nem szólt bele a hangba, a hang az nagyon jól néz ki, csak a végére rakom be a többi zuccot. Ja, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett, amit láttatok, nyomjatok. Na, de szerintem ennyi időm is. Oké, és ezt kivágom a végét egy kicsit. De majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni, egyelőre nagyon jól néz ki, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Össze kell valahogy vágni. De majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Egyelőre nagyon jól néz ki. Úgyhogy... Egyelőre nagyon jól néz ki. Ahogy né, ezt a hangsávot kivágjuk. Ezzel összevágjuk. Ezzel húzom. És nézzük, jó hangzik. De majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Egyelőre nagyon jól néz ki. Na, de szerintem ennyi időm is volt mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, amit láttatok, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Roli voltam, a kemény. Ne felejtsétek el, hetente 5-ször szoktunk live-olni. Oké, belehúzzuk az end screen-t a médiánkból. Né? Az outro-nkat. Apply. Az outro-nak a végét, ezt mindig beszoktam állítani legalább 2 másodperc, hogy hamarabb kezdjen el a hang fade-elni, hogy úgy kellemesebb. Nem tudom miért, úgy kellemesebb szerintem. Van egy ilyen like, meg egy subscribe jelünk, amit be szoktam ilyenkor hozni.
szerintem ennyi időm is volt mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, amit láttatok, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Roli voltam a kemény. Ne felejtsétek el, hetente össze szoktunk live-olni Twitch-en, szombatonként egy órától főzősó, a 7-4 napján pedig délutánonként játszik. Oké, okay, ezt egy kis visszatekerjük, be kell ezt elizni. Ó, oh, ne. Azért, rosszat állítottam be, ezt kell. Szuper. Kicsit nem szeretnénk kép, amikor megy a felvállaló is, és a szerkesztő is. Hetente össze szoktunk live-olni Twitch-en, szombatonként egy órától főzősó, a 7-4 napján pedig délutánonként játszani szoktunk. Ebből legalább egyszer Oxygen Not Included ezek. A beosztásunkat megtaláljátok a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitchünkön. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket. Sziasztok! Ennyi is, a legjobb rakat egész világon. Annyi ugye a zenehangja nagyon, nagyon hangos, amikor kijövünk, úgyhogy annyit szoktam meg csinálni, hogy megszerkesztjük az audio gain-t a Normal Speaks True -3-ra, kicsit hangosabb legyen, erőteljesebb legyen a hangom. Ezt mindig be szoktam állítani, nincs elég karaká hangom van, nem azért, de ezt még azért be szoktam rajta állítani mindig. Amint az elkészül, akkor egy kicsit hangosabb vagyok, ugye lehet hallani. Hogy négy pillanatban oda menjünk, ahol beszélek is. Ennyi szerintem itt elég is lesz, annyi van már. Igen. Oké, és onnantól kezdve már el is menjük az egészet, biztos el legyen mentve, ne legyen benne a probléma. Exportáljuk, média az elszokott tartani általában egy fél óráig legalább. Úgy, elmentjük Honi 62 néven, köszönöm szépen. YouTube 1080p, use maximum render quality, entire sequence, és mehet is. Rendeljük, ez el fog tartani kb. Egy fél óráig, amíg ne rendelődni, és aközben, amíg ez történik, megcsinálom gyors a thumbnail-t. Ugye csináltam egy screenshotot, akkor utána vissza belemegyek a Steambe, a View, a Screenshots, megnézzük ezt a diszken, szuper, közben megnyitom a Photoshopot. Ugye ezt a két programot tudom használni közben, miközben szóval foglalkozik a rendelelése, addig ezt tudom használni. És itt van az oxigénes, ugye a tippek rükök videóhoz van ez beállítva, de ezt gyorsan átállítom, megkeresem az utolsó screenshotot, behozzuk, kiveszem belőle a szöveget, az írást, az oxigénot is átállítjuk, és nagyobbra mehet. Úgyni, és az lesz a neve neki, hogy hoppá, ezt fel kéne hozni ide talán. Utána jöhet ezt le, hanem nem, ez. Szuper! Layer copy, kitölöm az előző layereket. Utána blending option-nél meg lesz ez, próbáljuk. Így né. Tökéletes, készen is van, és export. Szóval ezt meg szeretném tartani az előzőnek a thumbnail-jét, ugye azt fogom hagyni őket. Oké, JPEG-be szoktuk mindig, 100% quality-be. És itt van a rengeteg elmentett mindenség is, úgyhogy rengeteg thumbnail van elmentve, meg tudom mindig megtartani, amíg tudom, amíg van hely a gépen. Tehát rengeteget dolgozunk már gyerekek. Oké, meg is van, kész van, exportálva van, kilépek, és ezt nem mentem el, mert meg akarom hagyni az előzőt, van a következő tutoriálhoz. Szuper, köszönöm szépen, innentől kezdve csak megvárjuk, amíg ez az egész lerendelődik. Még elkészült a videó is, megnéztem 2-3 videót, megköszöntem 2-3 streambe, csak azért tudod, hogy share the love. Aztán bezárjuk a Premiere Pro-t, és utána feltöltjük az egészet YouTube-ra. Gyere szépen, create, upload, úgy. Megnézzük, hogy mit, hogy merre, a 62. rész mehet föl, megcsináltuk már ugye neki a thumbnail-t is. Ilyenkor még itt szoktam hagyni a többi szabon az előző videóinak a dolgait, meg a víztankok és feltöltenítő. Ez lesz a cím, remélem nem értem már semmit, néha el szoktam. Core option-nél betesszük, betegeljük, csak hogy belegyen. Thumbnail, meg berakjuk a thumbnail-t, amit elkészítettünk, mert mindig kell custom thumbnail. Csináljunk custom thumbnail, sokkal jobb az úgy. Leírásban maradhat ez, ami volt, ezt mindig csak tovább rakom. Ennyi, oké, meg is van. Playlist, Oxygen Not Included, szuper, nem a tippek, trükkök, van olyan is, ez itt a reklám helye.
mert itt is more az összes tagget, azt meg elviszem innen, mert ugye ezek az alapjáték tagjei. Most egyszer beírtam, és innentől közben mindig csak viszem őket tovább. Nyelvet be kell állítani. Tökéletes, how to style, nem, ez kérlek szépen, ez egy gaming lesz, mégpedig az Oxygen Not Included-del lesz gaming, úgyhogy igazából tényleg ennyi is kész van, legalább még feltöltődik, berakjuk az endscreen-t, meg berakjuk a kis kárdokat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett, amit láttatok, ez egy ilyen kis fura kis dolog volt, ha igen, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel hozzánk, Roy voltam a Kemény, és találkozunk a következő heti vlogban, srácok, úristen, ilyen videó készítő módban vagyok még, és abban az intróban, szóval tényleg köszönjük, hogy itt voltatok, remélem tetszett, legyetek jók, sziasztok!